demokrácia játék az országházban, mondom játék. Na ezzel a címmel rendezvény sorozat indult, a program célja, hogy fölkeltse a diákok, a fiatalok érdeklődését a közélet iránt, merjenek véleményt nyilvánítani, és kulturált párbeszédet folytatni az őket érintő témákról. Az Őszülők Szövetségét képviselték a parlamenti játékban az Arany János Gimnázium tanulói. Témájuk és törvényjavaslatuk a fiatalokat is érintő falfirka készítés volt. A játék iskolai felkészüléssel kezdődött, melynek során a diákok megismerkedhettek az országgyűlés működésével és felkészültek a vitára a kísérőtanáraik segítségével. Ez egy olyan program volt, amit ők maguk hoztak be az iskolába, és ők keresték meg a történelem tanárokat, hogy szeretnének egy irányítást, és ebben az egész programban részt venni. Előzetes munkás során így már láttam, hogy semmi sem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, és akkor tapasztaltam leginkább azt, hogy ami szerintem egy tök jó dolog, hogy mennyi munka is van ebben az egészben, és mennyi háttértudás kell hozzá, illetve felkészülés, és igazán nehéz is volt, de mindenképpen pozitív tapasztalatokkal és jó élményekkel gazdagodhat az ember egy ilyen teszt során, mert hát végül is ez egy teszt, hogy mennyire értünk ehhez, illetve mennyire tudunk vitatkozni egymással értelmes keretek között. A törvényjavaslatunk az, hogy konkretizáljuk, szabályozzuk a graffitizést, és egyben engedjük is, persze szabályok között, mint egy jobb oldal ilyen konzervatív párthoz érten. Nekünk e-mailben átküldték azokat a bizottsági beszédeket, azokat a különböző szövegeket, amiket ők megfogalmaztak, és igazából láttam azt, hogyha volt véleményük, akkor egy picit tovább rúgtuk őket. Egy ember elképzeli, hogy ő politikus akar lenni, ő tenni akar a hazájáért, az országáért, ő tenni akar azért, hogy fejlődjön valami, akkor azért meg kell ismerni azt, hogy ez igazából hogy működik, mik az alapjai. Jó, nem mentünk annyira bele, hogy mindent megismerjem, és ténylegesen megtudjam, hogy hogy működik az egész rendszer, de megismerhettem valamilyen szinten, és ez, hogy így megismertem engem, még jobban biztat arra, hogy tovább, és akkor egyszer talán sikerülni fog azt, hogy ténylegesen komolyan bejutok a parlamentbe, és nem csak egy játék, hanem élőben is. Nyilván azért ez is egy szűk csoportja a fiataloknak, aki például így fogalmaznak. Itt van Balázs Eszter beszédtanár logopédus, meg sem merek szólalni, és itt van Rendes Kriszta klinikai szakpszichológus? Igen. Köszöntöm Önöket. Üdvözlöm. Hogyan tudnak, vagy mennyire változik a fiatalok kommunikációja, beszédmódja, beszédmodora, szóhasználata? Sajnos nem tudok pozitív eredményekről beszámolni. Elhatároztam fiatal koromban, hogy én soha nem fogom azt mondani, hogy bezzeg az én időmben, de most kénytelen vagyok legalábbis azt mondani, hogy az én időmben, mert az én időmben memoritereket kellett megtanulnunk az iskolába, és ez arra volt jó, hogy a szókincsünk, az aktív szókincsünk gyarapodjon, mert csak az épül be az aktív szókincsbe, amit hangosan kimondunk. Tehát önmagában egyedül az olvasás sajnos csak a passzív szókincset gyarapítja, nem az aktívat. Tehát a kimondott szó csak akkor használódik, ha tényleg ki is mondjuk. A másik dolog az a képi kultúra elterjedése. Ugye azt hiszem, hogy világméretekben tapasztalható ez a jelenség, hogy egyre kevesebbet olvasunk, tehát képekben gondolkodunk, ami megint csak a szókincs csökevényesedését eredményezi. Most ugye ezek még csak a szavak, és akkor a másik már a kommunikáció, ugye ehhez kellenek a szavak, az pedig el-SMS-edett. Ez egy jó egy szó. Tehát felgyorsult, és az izék és a mök világában kommunikálunk. Nem tudom, hogy én ezt azért mondom el, mert más tapasztalataim vannak régebről, vagy mert nagyon nehéz megszokni, de nem ez az izgalmas, hanem hogy ez baj-e? Hát nem szerencsés, azt gondolom. Egyébként sajnos tudok csatlakozni a logopédushoz, hiszen valóban nagyon-nagyon szegényes lett a mai fiataloknak a szókincse, és azért azt ugye szoktuk mondani, hogy a beszéd az meghatároz minket, és a nyelv azok mi vagyunk, tehát azért valamelyest ez leképezi a mi belső világunkat. Túl azon, hogy mondjuk azért 14-15
16 éves korban még amúgy is, még régebben is nehéz volt szavakat találnunk a belső állapotunkra, de hát hogyha nincsen egy készletünk, akár egy passzív készletünk hozzá, akkor valóban még nehezebb lesz. Úgyhogy az valószínűleg a szofisztikáltságot és a cizelláltságot, hogy ilyen szép szavakat is használják, nem feltétlen segíti. Igen, mert most így eszembe jutott, hogy egy ilyen játék, nem tudom, hogy mennyit hallottak a riportból, egy kicsit keveset. De hogy egy ilyen, mint a demokrácia játék, tehát játék, de mégis valamilyen másfajta kommunikáció tanulása vagy megismerése, azt fejleszthet. De én azt látom, hogy nem csak ezen a területen van baj, hanem az egymással való beszélgetésben, hogy ne legyen vita, hogy erőszakmentes legyen egy beszélgetés. Ez is nagyon-nagyon nehezen megy. Hát és én azt látom, hogy az interakcióban levés, tehát hogy nagyon-nagyon egyoldalúak ezek az akciók, mert hogy tulajdonképpen mindegyik mondja a magáét, és borzasztó nehezen tudják azt megállni, hogy például, tehát hogy a valódi interakció alapja az, hogy ugye én beszélek, és akkor én viszont meghallgatom, amit a másik mond, és aztán így fejlődik a beszélgetés. Ennek azért nem mesterei mondjuk azt gondolom így helyből a 15-16 évesek, de ez például szerintem egy tök jó lehetőség arra, hogy mondjuk ezt gyakorolják túl azon, hogy a személyes involváltság valószínűleg még a felelősségérzetüket is növeli. Én is nagyon egyetértek azzal, amit Kriszta mond. Borzasztó előnyösnek és hasznosnak érzem az ilyenfajta játékokat. Azt szoktam mondani az én tanítványaimnak, hogy az a hiteles beszéd, amikor azt mondja a száj, amit gondol a fej és érez a szív. És hogyha e felé haladna ez a játék, akkor jó lenne, és talán ha a parlamentben is így történik mindig, akkor a mi országunk előre fog haladni. De azt képzelem, mondjuk, hát pszichológus fejjel nem tudok gondolkodni, csak elképzelni, hogy ez már itt az anyuka hasába elkezdődik, hogy valaki azt tanulja gyermekként, hogy azt mondja a száj, amit gondol a fej, vagy a szív érez. Tehát, hogy nem is ebben nőnek fel a gyerekek, fiatalok? Hát sajnos nem. Sajnos egyre kevesebb interakció. Most akkor megint elővehetjük azt, hogy ugye a tévé elé ülteti a gyereket, és ott nincsen valós interakció. Ez nagyon korán kezdődik, de én azért egy ilyen preventív szemléletű ember vagyok, és ezért azt szoktam hangsúlyozni, hogy azért nincsen minden veszve, és neki lehet egy kicsit később is állni, odafigyelni a kamaszokra, és szerintem marhára megéri, mert elképesztően inspirálóak, elképesztően dinamikusak, borzasztó jól érvelnek, és nagyon jól együtt lehet velük működni, és iszonyatosan termékeny munkát lehet velük végezni, hogyha kellő mértékben figyelünk rá. Ez kicsit olyan, mint egy cserépvirág, tehát hogyha jókor öntözöm, elegendő vizet adok neki, és optimális körülmények közé rakom, akkor tulajdonképpen az virágzásnak. Na, hát igen, de itt az optimális körülményekkel szokott a probléma lenni. Igen. Nem, hogy a locsolás, tehát már a helyesen. Ha beszédet nézzük csak, akkor abból nagyon-nagyon sok mindent lát vagy ért egy beszédtanár, logopédos. A beszéd módjáról, a beszéd módról, az illető lelkiállapotáról, az egész neveltetéséről is elárul mindent. Tanulható az, hogy valaki túllépjen azon, ahogy felnőtt, és a beszéd által váljon egy... Hát nem is tudom, egy boldogabb felnőtté? Tanulható és tanítható. Ha ez nem így lenne, akkor én most nem ülnék itt, mert nem ezt a hivatást űzném. Igen, tanítható, lépésről lépésre fokozatosan lehet ezt előidézni, és valóban, ha egy ilyen képzésen részt vesz valaki, és talán ez az első lépés egy ilyen játékban való részvétel, hogy az ember ráébredjen arra, hogy mik a hiányosságai, mik azok, amelyek még tanulhatók és taníthatók, és igen, elérhető pozitív változás. Ugye, ami nagyon fontos, az az érdekérvényesítés. Ma ez egy nagyon divatos téma. Demokrácia játék, parlament, azt látjuk, hogy mindenki érdekérvényesít. Ez is tanulható? Természetesen, hát nyilvánvalóan... Tehát nem személyiség dolga? Arra akarok kiukadni, hogy aki egy olyan típusú ember, az vajon képes-e megváltoztatni a személyiségét, hogy érdekérvényesítőbbé váljon, mint korábban? Hát alapvető személyiségvonásokkal születünk, és hogy azokon belül, de azt gondolom, hogy azokat lehet színesíteni, és ilyen különböző készségeket vagy skilleket azért lehet az élet folyamán tanulni, sőt, hát nagyon sokszor az élet rá is kényszerít, hogy
hogy ezeket megtanuljuk, és hát valóban az lesz a trend, hogy persze az is fontos, hogy mit tudunk, de az, hogy hogy adjuk el magunkat, az szinte már fontosabb, és de azért ezek a mai kamaszok azt gondolom, hogy ebben már belenőttek, és abszolút képviselik is az érdekeiket, sőt, sokszor túlképviselik az érdekeiket, és akkor ott azt kell jelezni, hogy akkor most eddig nem tovább. Azért kérdeztem ezt különösen, mert úgy érzem, mintha körbeértünk volna, hogy érdekérvényesítés, annak megtanulása, és aztán mi lesz azzal, hogy mit mond a szív meg a fej? Hát ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy valóban körbeértünk, de ha visszatérünk erre az eredeti problémára, akkor még egyszer elmondom, tanítható, tanulható, a szép beszéd, és fontos, mert a beszédem én vagyok. Tehát ahogy megjelenítem a tartalmat, az rólam szól, és minősítő szintje is vannak ennek a dolognak, tehát nem csak azt mondom el, amit mondok, hanem azt is elmondom, hogy mi a véleményem arról, amit mondok, mi a véleményem önmagamról, mi a véleményem a hallgatóságról. Köszönöm szépen. És a személyiség is fejleszthető. Igen. És fejleszthető. Az aspektusai. Köszönjük.